50 évvel ezelőtt végzett az első pilóta évfolyam Nyíregyházán. Hamarosan vendégünk lesz a jubiláló osztály egyik diákja, de előtte nézzük, hogy miről lesz még szó a mai adásunkban. Bővül az iskola, az évtized beruházása indul Napkoron. Alma Centrum Újfehértón, az ország legnagyobb központja épül. Évforduló, 50 éve végzett az első repülős évfolyam Nyíregyházán. Az évtized beruházása kezdődik Napkoron, bővítik tornateremmel és fejlesztőszobával az iskolát. Az 1 milliárdos fejlesztésről és más fontos kérdésekről kérdezzük Spinyhért Zsoltot, Napkor polgármesterét. Jó estét, köszöntöm! Jó estét kívánok! Hát azt nem fogom megkérdezni, hogy miért van erre szükség, természetesen szükség van, de azért egy kicsikét hasonlítsuk már össze a jelenlegi állapotokat és a jövőbeni állapotokat. Milyen fejlesztések lesznek? Igen, hát azt tudom mondani az iskolával kapcsolatban, hogy jelenleg ugye egy 80-as években épült iskolaépületünk van, amit a 90-es években, illetve a 2000-es években is kisebb felújításon esett át, felújítottunk, viszont volt egy nagy álmunk, vágyunk, hogy egy tornaterem vagy tornacsarnok épüljön az iskolába. Ez azért is volt fontos, mert ugye a gyermekeink testnevelés óráira sokkal alkalmasabb egy csarnok, mint akár egy szabadtéri tér, vagy egy kisebb tornaterem. És akkor konkrétan a testnevelés órákat nem is nagyon tudták megtartani. Hát igen, volt egy 24×12-es, illetve van is még, de az is nagyon rossz állapotban van már ez a tornaterem. A padozatát is cserélni kellett, illetve cserélni kell, és ennek a beruházásnak ez is része. És annak, ahogy mondta, és tényleg nagyon örültünk, hogy egy ilyen csarnok fog megépülni, de több új tanterem is épül, fejlesztőszobákat alakítanak ki, ugye tekintettel arra, hogy Napkoron a napkoriaknak teljes körű ellátást kell nyújtsunk, egy iskolánk van, ezért tényleg odafigyelve a részletekre is az igazgató úrral, illetve a nyíregyházi tankerülettel közösen arra gondoltunk, hogy egy komplex megoldást nyújtsunk, egy komplex fejlesztés valósuljon meg itt az iskolánkon belül, és alapfokú művészetiskolaként is működik az iskolánk, tehát a gyerekeknek zeneoktatást is biztosítunk, hangszeres zeneoktatást, úgy egyébként a pályázat többek között hangszereket is tartalmaz, tehát abban is megújulunk, illetve, ahogy említettem is, több olyan fejlesztő szobát, illetve tantermet alakítanak ki, ami szükséges az oktatáshoz. A település emellett, hogy ugye azért bővítik az intézmény, még más módon ebből tud majd profitálni, vagy kivenni a részét? Hát igen, hogy mostanában nevezik ezt közösségi szintérnek is. Konkrétan erre voltam kíváncsi. Gondoljuk, tervezzük ezt a tornatermet, tornacsarnokot, és vannak olyan települési rendezvényeink, amikre teljesen alkalmas lesz ez a terem, hiszen csak egyet említek, az Idősek Napját, mert több mint 10 éve megrendezzük Napkoron, és ugye szerettük volna 65 év felettieket megszólítani, de sajnos nem volt olyan helységünk, ahol több száz embert el tudtunk volna látni, illetve be tudtuk volna úgy rendezni, és jelenleg a 70 év felettieket hívjuk meg erre a programra, de itt ez teljesen alkalmas lesz arra, hogy 5-600 ember is elférjen, és akkor nyitunk ebbe az irányba is, de azt gondolom, hogy különböző bálokat, alapítványi bálokat is csinálnak az intézményeink, ezekre is alkalmas lesz ez a terem. Az, hogy bővítik az épületet, ez azt jelenti, hogy a létszámot is tudják bővíteni, tehát több diák fog majd tudni tanulni az intézményben? Igen, mindenképpen. Abban bízunk is, hogy növekszik az iskolai létszám is, de azt tudom mondani, hogy a demográfiai mutatónk is azt mutatja, hogy egyre több gyerek születik, és egyre többen iratják be a napkori óvodába, illetve iskolába gyerekeiket, mert azért csak így félhalkan jegyzem meg, hogy Nyíregyháza közelsége miatt azért elég nagy vonzerő a városi iskola, rendszeriskola hálózat, úgyhogy ezért dupla az örömöm, meg örömünk, mert itt helyben sokkal szélesebb kínálatot tudunk biztosítani a szülőknek igazából, hiszen tudjuk, hogy igazából ők választják az iskolát, és azáltal abban is bízunk, hogy egyre többen maradnak helyben, vagy esetleg a környékről is, más településekről is járnak majd át gyerekek, hiszen erre most is van példa. Gondolom, egy ilyen intézménynek azért népességmegtartó funkciója is van, vagy akár népesség vonzó hova tovább. Igen, mindenképpen egyetértek ezzel a megállapítással, hiszen az, hogyha valaki a 8. osztályt ugye a szülőfalujában végzi el, annak sokkal nagyobb kötődése alakul ki, mint aki esetleg máshol járja ki a 8. osztályos iskolát. Ezt tapasztaljuk, mert azért 90-es évektől kezdve volt egyfajta elvándorlás ezzel kapcsolatban. A gyerekek egész sokan választották Nyíregyházát ugye iskolának, de most azt tapasztaljuk, hogy a tendencia megfordulóban van, és ennek hatására pedig abban bízom, hogy esetleg még többlet is kialakult, tehát esetleg azt is megérhetjük, hogy több gyerek fog beiratkozni iskolába, mint ahányan Napkoron végeznek az óvodában. De általában is tapasztalható az, hogy egyre többen választják lakóhelyükül Napkort, és ahogy mondtam, a gyereklétszám is növekszik, tehát én azt gondolom, hogy nekünk erre a tendenciára is készülnünk kell, és egyik eleme egyébként ez az iskolafejlesztés, amit nem győzök elégszer hangsúlyozni, milyen fontos az életünkben. Van egy másik fejlesztés, ami nagyon-nagyon fontos, bár kérdezem, hogy mennyire fontos. A 41-es számú főúton, ugye ott körforgalmat építenek. Önök már nagyon vártak erre? Levelek polgármesterét, amikor kérdeztem, akkor ő is azt mondta, hogy már nagyon fontos volt, mert hogy ketté szelte a 41-es számú főútat, vagy a ketté szelte a települést a 41-es számú főút. Önöknél mi a helyzet? Hát nálunk is mondjuk nincs olyan mértékű a kettészelés, hogy így mondjam, viszont így is azért egy jó pár ház, családi ház van a 41-es északi oldalán, viszont talán nem tudom az ő mérésüket visszaidézni, de a miénket ismerem, hogy több mint 9000 autós napi forgalom van ezen az útszakaszon, tehát azt gondolom, hogy ez már maga indokolja azt, hogy ez a körforgalom megépüljön, és ezzel arányosan természetesen az örömünk is ekkora, mint amekkora a forgalom, hiszen tényleg erre is régóta várunk, de nagyon örülök, hogy eljött az időszak, és június végéig a kivitelezőbe is fejezi ezt a beruházást, és azt követően pedig át fogják adni a forgalomnak. Ugye ez a levelekihez hasonlóan a Magyar Közút beruházásában készül, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos eleme a napkori fejlesztéseknek. Itt igazából a nekünk napkoriaknak az is fontos még, hogy ez a körforgalommal a 41-esre való rákapcsolódás időtartama is lecsökken, hiszen főleg a reggeli, illetve délutáni csúcsforgalomban igen nehézkes volt a felhajtásunk a 41-es főútra. Vannak még olyan utak, amelyeket fejlesztenek a településen? Igen, azt mindig is az elejére tűztük ki a fejlesztési céljainknak, hogy a belterületi utakat fejlesszük. Az elmúlt években azt gondolom, hogy egészen jól sikerült ezeknek az utaknak a fejlesztése, de most is vannak terveink, vannak kisebb volumenű tervünk erre vonatkozóan. Az ugye a meglévő úthálózatnak a fejlesztését, illetve a javítását szolgálná, hiszen azért a forgalom miatt ugye rongálódnak, erodálódnak a mi útjaink is, és szeretnénk ezeket is fejleszteni, de vannak úgynevezett koncepcionális terveink is, ami a település részek fejlesztését, illetve bevonását jelenteni. Tud mondani néhány konkrétumot, ami mondjuk ebben az évben vagy a következő évben fog megvalósulni? A helyben ugye a Pócsi út, ami egy nagyon forgalmas közlekedési útvonal, ott ugye buszjáratunk is van, azt mindenképpen szeretnénk felújítani, de itt Nyíregyháza irányába is szeretnénk egy másik tulajdonképpen rávezető utat a 41-es főútra, hogy a forgalmat is tudjuk minél jobban elosztani, illetve azt a településrészt pedig, ami érint, egy kicsit még jobban bevonni a fejlesztésbe, illetve a köztudatba. Köszönjük szépen, polgármester úr, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Az ország legnagyobb alma termesztése alapozó kutató, szaktanácsadó és post-harvest logisztikai központja létesül Újfehértón. A létesítmény csütörtöki alapkőletételi ünnepségén Nagy István agrárminiszter kiemelte, a Szabolcsi Alma Centrum Magyarország legjelentősebb almatermesztő körzetében a nagymúltú Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet területén valósul meg. A tároló, válogató és csomagoló infrastruktúrával is rendelkező logisztikai és kutató Kutatóközpont 9000 tonnás befogadó képessége mellett mintegy 16 000 tonna étkezési és 4000 tonna ipari alma, illetve más gyümölcsök értékesítésére lesz képes. Betonpillérek alapjai ezen a futballpályánál is nagyobb helyen, mellettük munkagép az újfehértói kutatóállomás területén. Nem nehéz kitalálni, hogy itt valami nagy dolog épül. Hogy mi, azt a látványterv árulja el. Így fog kinézni a Szabolcsi Alma Centrum. A logisztikai és tudásközpontnak 3 alaptevékenysége lesz, mondta el a kutatóközpont vezetője a múlt csütörtöki alapkőletételi ünnepségen. Azért nevezzük tudáscentrumnak, mert ez egy szaktanácsadó központ, a kutatóbázis mellette a kutatási eredmények termelői körbe történő bevezetése is ebben az épületben fog zajlani. Nagy előadóteremmel szeretnénk egy olyan történelmi tárlatot csinálni, ahol a Szabolcsi Almának a történetét feldolgozzuk, megmutatjuk, valamint az az üvegfal majd, ami összeköti a feldolgozó, csomagoló, tároló résszel, bárki számára az üvegfalon keresztül, vagy ha megfelelő öltözékben bejönnek, akár személyesen is látják azt, hogy mi történik az almával, mielőtt az áruház polcaira kerül. És ez a 3-as egység a kutatásfejlesztés, a szaktanácsadás és a profi post-harvest és kereskedelem és menedzsment. Bármelyik sérül ebből a 3-ból, úgy gondolom ez a komplexum ez nem lesz működőképes, úgyhogy azon dolgozunk, hogy ezek a dolgok meglegyenek. Ez nem egy felvásárló intézmény, és annyival lesz több, mint a mostani almakereskedelemben szerepet vállaló felvásárlók, hogy mi egész évben nyomon követjük azokat a termelőket, akik ide szeretnék az almájukat beszállítani. Szaktanácsot adunk és elmondjuk, hogy hogyan termesszék az almát, mi az a minőségi követelmény, amire szükség van ahhoz, hogy az áruház polcaira bejussunk, és többek legyünk, és jobbak legyünk, mint mások. Az, hogy elmondjuk, hogy hogyan csinálják, ebből nagyon sok van, nagyon sok szaktanácsadó, nagyon sok inputanyag gyártó cég, de mi adunk mellé göngyöleget, lehetőséget, hogy amikor egy nagy termésű évben a gazdák ott állnak a kertben, nincs hűtőházuk, nincs tartályládájuk és nincs piacuk, és várják, hogy egy román kereskedő vagy valamilyen felvásárló oda menjen, és megvegye tőlük az almát, az a legrosszabb érzés. Amiért egész évben dolgoztam, és nem kapom meg az eredményét, és ott állok, és nem tudom, hogy hova tegyem az almát, és a végén bekerül a lévzembe, mert oda be lehet vinni mindent, és lerázom. A héten tárgyaltunk az egyik üzemvezetőjével, mert hallotta, hogy mit csinálunk itt, és szeretne együttműködni velünk, aminek nagyon örülünk. És az ő elmondása szerint az üzembe beérkező almából néha ő szégyelli magát, hogy olyan minőségű alma van, amit mások még nagyon szívesen megennének, csak emiatt az okok miatt, amit elsoroltam, nincs piaca, hová elvigyék. Mi odaadjuk a tartályládánkat, behozzák, ígérem, gondosan vigyázunk az almára, és a kollégáimon keresztül olyan piacokat fogunk keresni, ahova ezeket jó áron eladjuk, és nem akarunk extra profitot realizálni ezen az almán, a működési költségeinket levonva visszaosztjuk a gazdáknak, hogy újra legyen reménysugár számukra, és ezt a lemenőben lévő, csökkenő felületű almatermesztésünket újra emelkedő pályára állítsuk. Televíziónak arról is beszélt a szakember, hogy ez milyen feladatokon, tevékenységeken keresztül fog megvalósulni. A kutatóállomás dolgozói folyamatosan a kutatási témáikon dolgoznak. Mindig új kihívások vannak, új problémák, lásd a klímaváltozás hatásait, ami új témákat ad nekünk, és persze mindig utólagosan követjük ezeket a változásokat, de próbálunk megoldást keresni. Amit fel kell építenünk, az a szaktanácsadói hálózat, az a szakembergárda, akik egész évben folyamatosan tudják a hozzánk csatlakozó termelők kertjeit látogatni, ellenőrizni, és átadni azt a tudást, hogy a kertben megtermett gyümölcs minősége az tényleg kiváló és a 21. század igényeinek megfelelő legyen. És a harmadik, az a technológia, az a magas színvonalú post-harvest képek és technika, amit ide beépítünk, amivel nagyon jó minőségben tudjuk eltárolni a gyümölcsöt. nagyon kíméletesen tudjuk osztályozni, és nagyon kíméletesen és szépen tudjuk becsomagolni az új kihívásoknak megfelelően, minél kevésbé legyen elérhető ugye a Covid miatt a érintésmentes csomagolási anyagok használatával, és ezen keresztül minden új technológiával felvértezve. Ennek a 40-50 főnek, aki ebben az üzemben fog dolgozni, legfőképp ugye a fizikai dolgozók, akik a válogatógépek mellett a betárolási folyamatokban, a logisztikában tudnak segíteni, természetesen a helyi munkaerőre alapozva, de a mai világban már semmi nem zárja ki azt, hogy 20-30 kilométeres körzetből találunk munkatársakat, talán ez a legnagyobb kihívás ebben a munkálatban, valamint az a menedzsment, az a szaktanácsadói gárda, ami már egy magasabb tudásszintet feltételez. Ennek a beszerzése, ahogy mondhatok ilyet, folyamatban van, már 6 fős menedzsmentünk van, minden területnek egy jeles képviselője, akik már bizonyítottak máshol, és itt is az elmúlt hónapokban. Jó napot kívánok mindenkinek! Az eseményen az agrárminiszter azt emelte ki, hogy az ország majdani legnagyobb ilyen intézménye jelentősen hozzájárulhat a termelők versenyképességének javításához és piaci helyzetük stabilizálásához. Itt vagyunk Szabolcsban, az Alma hazájában, és egy olyan kutatóintézetben, amelynek nagyon híres története van, igaz, éppen a megyben, de mindaz, amit a gyümölcsnemesítésben ez a kutatóintézet letett az asztalra, az elismerésre méltó. Magyarország almatermése egy esztendőben átlagosan 600 000 tonna. Ez egy szép eredmény, csak rossz összesítésben van, hiszen ennek a 2/3 léalma és 1/3 csak étkezési alma. Az a célunk, hogy ezt az arányt megfordítsuk. Hiszen, hogyha a jövedelmezőségi viszonyokat nézzük, hogy a gazdák hogyan tudnak jövedelemhez jutni, akkor azt látjuk, hogy a léalmából van a legkevesebb jövedelmük, és nyilván az alma, az étkezési almából tudnak nagyobb jövedelemre szert tenni. A magyar mezőgazdaság más területeihez hasonlóan erre a szektorra is jellemző, hogy fejlesztés nélkül nem tud versenyképes lenni. Hiszen közel 20 év alatt 41 000 hektár almaültetvényből mára mindössze 25 000 hektár maradt. Ezt a folyamatot a korszerűtlen technológiák, elavult fajtaszerkezetek és a piaci háttérhiány okozta. Arra kell törekednünk, hogy a fejlődés lehetőséget magukba hordozó almatermesztőknek esélyt biztosítsunk. Csak ez az egyetlen út áll előttünk. Stabilizáljuk ezeknek a termelőknek a piaci helyzetét. Ahhoz, hogy megbízható beszállítókká váljunk a hazai és nemzetközi piacon, elengedhetetlen a rendszer szintű komplex fejlesztés. A fogyasztó igények megkövetelik, hogy egész évben folyamatosan rendelkezésre álljanak a friss zöldség és gyümölcsfélék. Be kell vallani, ez az, amire nem voltunk fölkészülve. Nem voltunk fölkészülve arra, hogy folyamatosan mindig és mindenkor mindent akarunk fogyasztani. El voltunk kényelmesedve, azt gondoltuk, hogy a szezonális termékek azok betöltik a szerepüket, az embereknek van türelmük ezt kivárni, hogy majd megérjen a gyümölcs nálunk is. Nem így van. Mindig, mindenki, mindent akar, mindenkor. És ez az, amire nekünk megfelelő válaszokat kell adni, ha piaci szereplők és piaci tényezők akarunk lenni. Ezt az igényt a termelők akkor tudják kielégíteni, ha rendelkeznek az időzített és környezetbarát termesztéshez szükséges beruházásokkal. Korszerű tárolási és áruválkészítési rendszerekkel, illetve bővítik, korszerűsítik a jelenleg rendelkezésre álló kapacitásaikat. Meg kell erősíteni a termelők gazdaságait, lehetőséget kell teremteni a fejlesztésre, növelniük kell mindazt a lehetőséget, amellyel a foglalkoztatást is tudják tenni. A tárcavezető a beruházás főbb adatait is ismertette. Befogadó képességek 9 000 tonna, de mintegy 16 000 tonna étkezési alma és 4 000 tonna ipari alma és más gyümölcsök értékesítésére képes tároló, válogató, csomagoló infrastruktúrával működő logisztikai központ. Mintegy 20 000 tonna gyümölcs fordulhat meg itt évről évre. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly mennyiség, nagyon komoly tényező. Mellette 42 új munkahely is létesül, így a foglalkoztatottak száma 124 főre tud bővülni. Példamutató még a projektben, hogy a létrehozni kívánt hűtőház energia szükségletének több mint 30%-át megújuló energiaforrás fogja biztosítani. Ez a beruházás tovább öregbítheti a Szabolcsi Alma hírnevét, és elősegítheti, hogy márkanévvé fejlődjön. A nagyszabású projektnek tehát nem csak az agráriumban jut kiemelkedő szerep, hanem pozitív hatással bír gazdasági és társadalmi szempontból is. Amiért ez a projekt sikerre van ítélve, az az, hogy együtt van jelen a lehetőség, együtt van jelen az a tudás és kutatóbázis, amely szükséges ahhoz, hogy hosszú távon sikeresek legyünk. Azt kívánom minden szabolcsi almatermelőnek, minden almatermelőnek Magyarországon, hogy legyen részese ennek a beruházásnak, legyen hasznára mindenkinek ez a beruházás, mert le kell számolnunk azzal, hogy a magyar mezőgazdaság alapanyagot, nyersanyagot állít elő, minél több hozzáadott értékkel, minél versenyképesebbé kell tenni. Hölgyeim és uraim, ez a beruházás a szabolcsi almatermelők versenyképességét fogja meghatározni itt a 21. században. Nyugodtan fogalmazhatok úgy, új alapokra helyezi és új lehetőséget biztosít minden termelőnek. Hogy néhány év múlva majd az akkori agrárminiszter, aki áll majd önök előtt, azt tudja mondani, igaz, hogy volt egy megtorpanás. Volt olyan mélypontunk is, hogy 25 000 hektárnyi almásunk volt, de most újra már megdupláztuk, 50 000, 60 000 hektárnyi almánk van. Az Alma Centrum a megye legnagyobb agrárberuházásaként épül meg. Új pályára állíthatja az alma termesztését, kutatását, fejlesztését, logisztikáját, a piacra jutást. Itt elhangzott a egyik köszöntőben, hogy először a piacot kell megteremteni, utána a terméket. Valóban legalább olyan fontos, hogy megfelelő piacokat találjunk. A piacra jutásnak pedig nagyon fontos feltétele, hogy a logisztikai szolgáltatások rendben legyenek. Ne kényszerüljön a termelő adni akkora termést, amikor van, hanem akkor, amikor a legjobb áron el lehet adni. Ez a hűtőházi szolgáltatás, raktár, logisztika, kutatás ezt a lehetőséget teremti meg a termelők számára, hogy minden nagyobb hozzáadott értéket tudjanak előállítani. A centrum azt a célt szolgálja majd, hogy a termés értéke emelkedjen azáltal, hogy a léalmaként ide behozott gyümölcsöt szétválogatják, és a magasabb áron étkezési almaként értékesíthetőt kiszedik belőle. Ez a technológia, amit ide be fognak építeni, több ezer gazdálkodónak a megélhetését, és a hitét fogja visszaadni véleményem szerint. Mert én olyan vidékről jövök, a Nyírség keleti részén, ahol Isten igazából már nagyon kevés almás van. És 30 évvel ezelőtt, amikor oda költöztünk arra a vidékre, Nyírvátó térségébe, mindenütt alma volt. Most nincs. Nyilván azért nincs, mert nem éri meg a gazdáknak termelni. És ez a logisztikai és tudásközpont véleményem szerint alkalmas lesz arra, hogy visszaadja az alma termelésbe vetett hitet. Újfehértó polgármestere azt emelte ki, a város 21. századi történetének legnagyobb beruházásával is az a cél, hogy minél többen foglalkozzanak gyümölcsi termesztéssel. A projekt kapcsán mi itt Újfehértón szeretnénk erre épülve infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtani, hisz a ingatlan és a centrum megközelítését mindenképpen fejlesztenünk kell, mert jelenleg csak a városon keresztül lehet megközelíteni. Tervezés alatt van egy olyan út, amely elkerülné a várost, és közvetlen útkapcsolat lenne a 4-es számú főútra. A Szabolcsi Alma Centrum mintegy 7,6 milliárd forintból épülhet meg, melynek egy részét a kormány biztosította a kertészeti üzemek korszerűsítését célzó pályázat keretein belül. A támogatás összege 1.559.815.700 forint. Az épületkomplexum a tervek szerint jövő tavaszra készül el, így a régióban működő almatermesztők jövő ősztől várhatóan már itt tudják tárolni és ezen keresztül értékesíteni termésüket. 50 éve végzett az első évfolyam a nyíregyházi pilótaképzésben. A jubileum alkalmából vendégünk az első évfolyam egyik diákja, a nyíregyházi repülés történet meghatározó alakja, Pokoraczki András. Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Akkor a legelső kérdés, szerintem induljunk az alfától, hogy miért választotta annó ezt a szakmát? Miért szeretett volna pilóta lenni? Azt hiszem, nagyon sok gyerek szeretett volna repülni, attól kezdve, hogy látott madarat repülni, és repülőgépet. Ezzel én is így voltam, és 4 éves koromban kerültem ki először a repülőtérre. Attól kezdve minden vágyam az volt, hogy levegőbe kerülhessek egyszer én is. Így aztán a egykori Kossuth középiskola diákjaként sportrepülő lettem, sportrepülésben jutottam el odáig, hogy előfelvétellel felvettek a híradásműszeripari főiskolára. Ennek okán először 1 év katonaságot kellett magam mögött tudnom, és ez alatt az idő alatt értesültem róla, hogy szinte hihetetlen módon polgári pilótaképzés indul Magyarországon, mégpedig Nyíregyházán, a mezőgazdasági felsőfokú technikumban. Tehát ön akkor Nyíregyházán is élt? Én Nagycserkeszen éltem, Nagycserkeszinek mondom magam, Nyíregyházán születtem, és az életem Nyíregyházához köt. És végtelen szerencsével sikerült minden szükséges vizsgán túljutnom, és felvettek az első évfolyamban. Többen is voltak, akik jelentkeztek, ha jól tudom, az ön barátai, társai közül. Talán onnan térnék vissza, hogy mintegy 126 jelentkezőt küldtek az egykori repülőklubok arra a felhívásra, hogy leendő pilótajelölteket keresnek a Nyíregyházán induló pilótaképzésre. A 126-ból 76-an végül is felvételi vizsgára is jelentkezhettek, majd az orvosi vizsgálatok és más egyéb vizsgák szokásos felvételi vizsga után 27-en maradtunk, ebből innét Nyíregyházáról 5-en indultunk, és mire az első fél év elismerésére sor került, már csak 25-en maradtunk, én pedig egyedüliként Szabolcs megyeiként, nyíregyháziként. Miért pont Nyíregyháza? Miért pont Nyíregyházán indult el az első pilótaképzés? Erre hosszadalmas választ is adhatnék. Igyekszem a lényegét kiemelni. Amikor döntenie kellett az egykori földművelési tárcának arról, hogy hogyan szerezzen pilótákat a mezőgazdasági repülés számára, akkor megvizsgálva az összes feltételt, Nyíregyháza látszott a legalkalmasabbnak, mert hogy itt alkalmas repülőtér volt, és az akkor felsőfokú technikumként működő iskolának megvolt a gépész, kertész szaka egyaránt, és ami nagyon fontos volt a kiválasztásnál, rendkívül magas szinten folyt a növényvédelem oktatása, és minket majdani növényvédőpilótákként szerettek volna látni végzés után. Tehát akkor először igazából a mezőgazdaság volt a kiinduló pont, mondhatjuk, és akkor a későbbiekben pedig mégis, hát ha nem teljesen elkanyarodott, de azért valamilyen szinten elkanyarodott ez a történet. Egyértelmű, hogy a mezőgazdaság számára indították a képzést. Ennek az volt az egyszerű oka, hogy a mezőgazdaság rendkívül intenzív fejlődésnek indult a 60-as évek közepén, viszont a növényvédelem nem volt megoldott, és megyénk egyik igen jeles szülötte, dr. Nagy Bálint úgy ítélte meg, hogy ezt légi növényvédelemmel lehet megoldani, és a rájellemző agilitással és nem kis hozzáértéssel meggyőzte annak idején a döntéshozókat, hogy ha már sem a honvédség, sem a sportrepülés nem vállalja a mezőgazdasági pilótaképzést, akkor vállalja fel ezt a földművelési tárca. Innét nem nagy varga betűvel már a 3. év végeztével, ahogy mi kikerültünk a főiskoláról, akkor felsőfokú technikumból, a Malév már is átédesgetett a mezőgazdasági repülésből a kollégáim közül szép lépcsőzetesen 7 főt. Aztán a többi az már történelem, hogy alakult idők folyamán az, hogy a mezőgazdaság számára egyre kevesebb pilóta kellett, és az egykor óckodó honvédség is felismerte, hogy a Nyíregyházan képzett pilóták még az ő számukra is hasznosak lehetnek. A közforgalmi repülés, a Malév az egyértelműen igényt tartott erre, mentőrepülés, és így következett be az, hogy 1983-85-től kezdve a képzésben folyamatosan át kellett állni a közforgalmú pilóta képzésre. Ennek megfelelően alakítottuk annak idején a repülőtéri struktúrát, a felszereltséget, a gépparkot. Úgy fogalmazott, hogy alakítottuk, akkor ennek már ön is részese volt? Igen, ez nem szándékos nyelvbotlás, mert hogy miután Tokaj-hegy alján ottani első helikopterpilótaként vélhetően sikeresen dolgoztam, és nagy örömömre, megelégedéssel a nyugdíjba vonuló iskola főpilóta helyére jelöltek, és így 1978. novemberétől kezdve vezetőjévé válhattam annak a repülőtérnek, amelyen én a repüléssel megismerkedtem, és a kiképzés felügyelőjévé, irányító főpilóta helyettesévé annak a repülőgépvezető képzésnek, melynek a mai napig büszke első hallgatója voltam. Jó lenne még beszélgetni, de csak hát sajnálatos módon az időnk az véges, még egyetlen egy kérdés. Ön hogy látja, ha már természetesen a múltról beszélünk, a jövőről is kell egy kicsikét beszélni, hogy látja a nyíregyházi pilótaképzés jövőjét? Szerencsésen alakultak az elmúlt évtizedek a 90-es évek elejének botladozását követően. A nevén kell neveznem a Tréner Kft-t és annak munkatársait, egykori kollégáimat, hogy olyan heroikus munkát vállaltak magukra, hogy megőrizzék a repülőgépvezető képzés, a nyíregyházi repülőgépvezető képzés folytonosságát, aminek eredményeképpen ma már a világnak nincs olyan pontja, ahol ne Nyíregyházán végzett repülőgépvezetők is repülnének, és megbecsültséget szereztek olyannyira, hogy a képzés jelenleg egyre bővül. Azt, hogy a közforgalmú repülés sorsa hogyan alakul, magamfajta repülésben érdekelt emberek, úgy látjuk, hogy optimistának kell lenni, mert az ember repülni szeret és repülni fog. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk önöket, a műsort holnapunkon újra nézhetik. Viszontlátásra!